Örömmel veszi át az egyik számítógépet Borbély Marian, akinek két gyermeke a Garai János általános iskolába jár. Kapcsolattartással, tanulással mindössze az okostelefon állt eddig a család rendelkezésére. Az egyik helyi gyárban dolgoznak férjével, most azonban nincs munka, a gyár ugyanis leállt, és nem tudni, mikor indul újra a termelés. Telefonon keresztül oldottuk meg, és azon keresztül a házi feladatokat, amit úgy láttuk, hogy meg tudtuk csinálni, azt visszaküldték a gyerekek, a mi telefonjainkat használták. Baksa Beáta egyedül neveli gyermekét, és jelenleg otthonról dolgozik. Azt mondja, létfontosságú a megfelelő számítástechnikai eszközök megléte ebben a nehéz időszakban. A számítógép hatalmas segítség. Én úgy gondolom, hogy most alapból óriási kihívások előtt áll minden család, aki kisgyereket nevel, aki iskoláskorú gyermeket nevel, és az, hogy ennek a technikai hátterét biztosítják a családoknak, ez egy hatalmas segítség lesz, hogy a szülőnknek adott esetben, aki még a munkahelyét is elvesztette, nem kell külön beruházásokat eszközölnie azért, hogy mondjuk a gyermek otthon tudjon tanulni, vagy adott esetben otthon tudjon dolgozni a szülő. Siklósi Krisztián 3 gyermeket nevel feleségével. Jelenleg mindannyian otthon vannak. A gyerekek tanulnának, barátaikkal tartanák a kapcsolatot, a szülők dolgoznának a számítógépen. Ám ennyi eszközzel nem rendelkeznek, ezért nehezen tudták ezt eddig megoldani. Nagy segítség, mert így egyszerre a gyerekek tudják használni, ugye, ha van több gép. És hát előfordult az is, hogy este 8 órakor végeztünk a leckékkel. A szekszárdi önkormányzat első körben 30 darab számítógépet ad rászoruló gyerekeknek, családoknak, szervezeteknek, amivel az esélyegyenlőség megteremtése a céljuk, mondta Ács Sezső szekszárd polgármestere. Úgy gondoltam, hogy ahhoz, hogy a szekszárdi gyerekek közötti esélyegyenlőséget megteremtsük és biztosítsuk, illetve a város és más települések között az esélyegyenlőséget megteremtsük, az önkormányzat vásárol használt számítógépeket, és ezeket kioszti ezen családoknak. A számítógépek mellé a tanév végéig ingyenes internet és televíziós előfizetés is jár, aminek a költségeit a városvezető és a TAR Kft. Vállalta magára. TAR János ügyvezető igazgató azt mondta, szükségesnek érezte, hogy lokálpatriótaként támogassa a rászorulókat, nehéz helyzetbe kerülő családokat. Teljesen költségmentesen tudtuk megoldani itt közösen a polgármester úrral, és tehát plusz költségben nem kerül most ez a családoknak, és az a lényeg, hogy a tanulás az menjen előre, mert hát a jövő az csak bennük van, a gyerekekbe. Ács Sezső városvezető bejelentette, folytatják a jótékonysági programot, újabb 20 darab számítógépet ajánlottak fel a helyi cégek, amiket nehéz helyzetbe kerülő felnőttekhez juttatnak el. Reméli, ez egy indikátor lesz, és egyre több vállalkozó cég áll a jótékonysági program mögé.